tény és való, hogy itt Magó legmagosabb pontjáról beszélünk. És ezt nem, egyszerűen nem akarnak tudomást venni erről a dologról. Hát ez az elképesztő itten. Ezt állítja Vészhányú Lajos, makói Aradi utcai lakos, és szerinte éppen ezért nincs szükség a szivattyús szennyvízelvezető kiépítésére a város keleti részén. Ezért is kérték az ott élők, hogy a beruházásban résztvevők nyújtsanak nekik szakmai tájékoztatást a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban. Egyrészt, hogy miért van szükség szivattyús rendszer kiépítésére, amikor szerintük az nem indokolt, másrészt, hogy kit fog terhelni a gép működése miatt keletkezett áramszámla. Attól is félnek, hogy eldugul, tönkre megy majd a szivattyú, és nem értik náluk, miért nem lehet gravitációs rendszert építeni, mint a város nagy részében. Ezekre a kérdésekre kaptak választ a fórumon. Néhány tervezési szempontot figyelembe kell venni akkor, amikor úgy dönt az ember, hogy szennyvízátemelős nyomatrendszert tervez. Jelen esetben itt az Aradi út ezen szakaszán első között említettem, és legfontosabb, hogy a városhoz, a szennyvíztisztítóhoz képest ez a terület a város decentrumában van, pontosan a város ellenkező oldalán vagyunk. Nyilván a területen keletkező szennyvízek átemelése sokszoros, számos kell, hogy legyen annak érdekében, hogy a szennyvíztisztító telepre megérkezzen az itt keletkező nyers szennyvíz. Ez egy elsődleges szempont, ami nyilván nem támasztja alá, hogy ilyen távolságból még gravitációsan juttassuk ki a szennyvizeket. Ez önmagában természetesen nem lenne elég. Amit itt felszínen nem látunk, az a meglévő és üzemelő és 50-60 év alatt kiépült szennyvíz üzemelő rendszerek. Víz, gáz, szennyvíz, telefon, távközlési létesítmények. Itt fél métereken múlik sokszor a vízszintes távolságok helyzete. Ezt nagyon részletes közmű tervek alapján, meglévő közmű tervek alapján kell eldöntenünk. Ez is egy következő szempont volt. Ezen túlmenően nyilvánvaló, hogy a gazdaságossági szempontot is figyelembe kell vennünk. Nem lehet olyan rendszer terveznünk, ami nagyon drága, mert hiszen mindjárt tudjuk, hogy annyi pénzünk nincs, hogy egy nagyon drága rendszert megépítsünk. Elmondtam itt a lakóknak, hogy nem műszaki probléma, nem arról szól, hogy nem tudunk gravitációs rendszert tervezni. Lehet. Csak az életben nem lesz annyi pénzünk, hogy azt megépítsük. Itt jelen esetben is nyilván olyan rendszer kellett terveznünk, amely a jelenlegi Európai Uniós támogatásnak megfelelő gazdaságossági mutatókkal fog rendelkezni. Ezeket a szempontokat figyelembe kellett vennünk. Nyilvánvaló az esetben tudtunk így tervezni, hogyha kellően megfontoltuk ezeket a költség szempontokat, és olyan rendszert állítottunk össze, amely végül is elnyerte az uniós támogatást. Itt hangsúlyoztuk az embereknek, hogy a költségeknek maximum 10%-át, hogyha hozzá tudjuk tenni mi magyarok, a többi összeget nyilván támogatásból fogjuk elnyerni, illetve támogatásból nyertük el, és abból valósul meg a létesítmény. Nagyon fontos volt még meggyőzni az embereket arról, hogy ez a házi átemelő valójában a komfortot nem fogja csökkenteni a gravitációs bekötéshez képest. Ez ugyanolyan jó és megbízható rendszer lesz, mint a gravitációs. A lakók 98%-a egy másfél év múlva, hogyha ezek a rendszerek üzemelnek és használják, 98%-uk megelégedésére fog szolgálni. Ezt azért merem mondani, mert sok más településen és sok más lakóépület esetében ezt alátámasztják a tapasztalatok. Addig, amíg egy új rendszer van, és az emberek úgy tűnik, hogy kevés ismerettel rendelkeztek ezekről a rendszerekről, nyilván fenntartásokkal közelítenek, és értetlenül állnak a dolog előtt, de én nagyon bízom benne, hogy ez a rendszer, amit itt a makói vízművel közösen kiválasztottunk, ez egy nagyon korszerű rendszer, gazdaságosan működik, megbízhatóan üzemel, és azt kell mondjam, hogy a jelenlegi kor színvonalán álló berendezés, ami miatt én azt biztos vagyok benne, hogy nem kell aggódni.